Szünet után vagyunk, kipihentük magunkat, kávét megittuk, újra felfrissültünk, úgyhogy kezdődik az első előadásunk. A vasúti erősáramú rendszerek hosszú távra tervezett infrastruktúra elemek napjainkban sok olyan változást tapasztalunk, amelyeket figyelembe kell vennünk a vasúti energiai szolgáltatás tervezésekor. Az előadás az elmúlt tapasztalatai és az említett változások alapján végigveszi az erősáramú rendszerek és az üzemeltető szemszögéből mutatja be azok fejlesztésének irányait, indokait. Felkérem Kökényesi Miklós MÁV ZRT erősáramú osztályvezetőjét, hogy tartsa meg előadását. Célkitűzések a vasúti erősáramú rendszerek fejlesztésében címmel. Gyere Miklós ide, és ebbe beszélj bele majd, jó? Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy alapvetően ez az előadás egy picit az előző blogban elhangzott előadások és a szakmai konkrétumok közötti hidat képező előadás, ami az elmúlt időszakbeni tapasztalatainkat összegzi, és igyekeztem általánosan összefoglalni azokat az irányvonalakat, illetve azokat az üzeneteket, amiket a különböző szakterületen velünk együttműködő piaci szereplők számára a MÁV ZRT részéről gondoltunk megfogalmazni. Rengeteg változás ért minket és kihívás az elmúlt két évben, erről sokat hallottunk már az előző előadásokban, és erre igyekeztünk válaszolni. Nagyon sok területen kerültünk nagyon komoly nyomás alá azzal kapcsolatban, hogy valamit változtatnunk kell. El, műszakilag, és aki látja, tudja azt, hogy milyen infrastruktúrát üzemeltetünk, mennyire heterogén, vagy mennyire korban, összetételben kihívásokat jelentő infrastruktúrát, akkor az el tudja képzelni nyilván, hogy ez mit jelent számunkra. Bele is vágok az előadásomba. Az előzmények közül, amit mindenképpen megemlítenék, hogy az elmúlt 2-3 évben, 5 évben rettenetes sok projekt van, volt előkészítés alatt fázisban is, ami egy oldalról nagyon jó, másik oldalról iszonyatosan nagy terhelést jelent számunkra, hogy egy ilyen ekkora projekt dömping van folyamatban. Ez egyúttal jelzi azt is, hogy a projektekben résztvevők is a projektek célkitűzéseire koncentrálnak, és azok az egyéb folyamatok, amelyek mentén olyan kihívásokra kell reagáljunk, ami rövidebb távon jelentkezett, azokra nem igazán van idő, lehetőség koncentrálni, és ez nagyon sok konfliktus szül. Mind a mi oldalunkról, mind az egyéb piaci szereplők oldaláról. Itt volt az energiaválság, erről az előzőekben lévőkben nagyon sokat hallottunk. Itt volt ugye az energiaválsággal együtt a napelem boom is, ami abból az aspektusból nagyon érdekes számunkra, hogy a vasúti vontatási beruházásokra jelentős hatással van, még ha akarat, elképzelés lenne is arra, hogy villamosítsunk, vagy alállomást építsünk, ugye áramszolgáltató oldalról olyan korlátokba ütközünk, ami jelentős és figyelembe vendő, akárcsak az, hogy 3-5 évre kapunk alállomási csatlakozást egy elképzeléstől kezdve, mert olyan háttérfejlesztések zajlanak az elosztóhálózatokon, de ami még súlyosabb következmény, hogy az addig megúsztuk teljesen törvényes keretek között 50-60 millió forintból egy alállomás csatlakozását, az most a 2 milliárdos szintet nyaldossa. Tehát ez egy akkora vértékű változás, amit azért nyilván figyelembe kell venni. Az informatika még inkább előtérbe került, egyre több adat hozzáférhető és egyre több adatra van igényünk, pontosan azok miatt, a tendenciák miatt, amiket majd fogok mondani. Átalakulások vannak a kivitelezői piacon is, amit alapvetően nem kommentálnék, de azért ez is hozzájárul ahhoz, hogy a projektekben sok feszültség, sok nehézség legyen, és ezzel meg kell küzdeni, amellett, hogy a projektdömping mellett egyre kevésbé látjuk azt, hogy van a kivitelezőknek, tervezőknek arra lehetősége, hogy kövessék azokat a gondolatokat, amiket mi üzemeltetőként hosszú távra gondolkodva műszakilag megálmodunk, és ez az olló, ahogy egyre jobban nyílik, egyre inkább több konfliktus születik abból, hogy a projektekben olyan felek találkoznak egymással, akik bizonyos dolgokról mást gondolnak, vagy máshogy látják műszakilag a dolgokat. Az előadás arról szól, hogy mi üzemeltetői szemmel, hosszú távra gondolkodva egy speciális szemüvegen keresztül, hogyan gondolkodunk erről a rendszerről, és próbálom elmagyarázni azt, hogy értsétek azt, hogy mit miért csinálunk, mi motivál minket ebben a dologban. Pontosan azért, hogy amikor találkozunk egyes szituációkban, akkor értsétek, hogy miért, hogy reagálunk
hogy azokra a dolgokra, a konfliktusokra, ahogyan tesszük. A tervezett élettartam növekedik 60 évre. 50 évet mondtunk korábban, de most már egyértelműen látjuk, hogy 60 év és a fölött lesz a tervezett élettartam a berendezéseknek. Itt látjuk az eloszlását a felső vezeték hálózatnak, amivel azért korrelál a kisfeszültségű rendszerek kültéri berendezéseinek is az életkora, várható életkora. 30%-a a 2766 kilométernek 50 év fölötti. Tehát abban az ütemben, ahogy most csináljuk a beruházásokat, és örömteli villamosítások mellett, úgy, hogy ki van feszülve ez a teljes rendszer, én azt gondolom most ebben a pillanatban, teljesen egyértelműen arra kell fölkészülni, hogy a berendezéseink élettartama nem 50 év lesz, hanem 60 év, vagy a fölött. Ez nagyon fontos következmény számunkra, ami mellett nem tudunk elmenni, és ez olyan dolgokat, olyan présbe tesz minket, amire nekünk nagyon komolyan reagálnunk kell. Szakember utánpótlási problémák vannak egyre több területen, ugye ezt meghallhattuk már az előző előadásokban is. Én itt arra a részére, a mennyiségén kívül a minőségi részére is helyezném a hangsúlyt. Nagyon érezzük a hiányát annak, hogy magas szinten képzett mérnökök hiányoznak az egész erősáramú szakma különböző vertikumaiból. Nagyon sok olyan szituációba kerülünk, ahol egy adott műszaki témáról, ami egy megoldásra problémát ad, műszakilag nagyon nagy a különbség a látásmódunk, ez a MÁV ZRT látásmódja, meg a piaci szereplők között. És ez részben annak is az oka, hogy a kényszerűen a projektek miatt nagyon a gyakorlat irányába tolódott el, illetve más szempontok is dominálnak abban, hogy hogyan működnek a projektek, és erre sokkal kevesebb hangsúlyt fordít a szakma, de szükség van nagyon magasan képzett mérnökökre, tervezőkre, kivitelezőkre, akik értik, tudják egy kicsit mélyebben ezeket a dolgokat, mert nyílik ez az olló. Nyugdíjazási hullám is várható, ugye a szakma nem csak a MÁV-nál, hanem úgy általában is, az előregedés az egy fontos kérdés, tehát a fiatalokban nagyon sokat kellene investálnunk. A MÁV-os területi üzemeltető létszám jelen pillanatban 1132 fő, 2033-ig 336 főnek a nyugdíjazása várható, ebben a központi csapat nincs is benne, tehát ez is egy nagyon nagy kihívás. A kivitelezéssel kapcsolatban a tapasztalatokról egy picit már beszéltem, most egy másik aspektusból is mondanám itt a minőség, illetve az, hogy a beruházások mennyire kerülnek egyfajta olyan présbe, ahol a beruházásoknak a műszaki gazdasági oldalak közül a gazdasági kerül előtérbe, és ilyen szempontból nagyon sok a konfliktus, nagy a nyomás, nagy a dömping, ugye, és ebből adódóan nagyon sok hiba csúszik a rendszerbe. Nagyon sok olyan kivitelezési hibával találkozunk, ami lehet, hogy régebben nem lett volna annyira kézenfekvő, hogy ez előfordul, de most futni kell ezután a dolog után, és mi szeretnénk azt, hogyha fejlődne tágabb értelemben a szakma. Nyilván ebbe fejben és technológiába is investálni kell mindenkinek, hogy attól hatékonyabban lehessen kivitelezni jobb minőségben, mert nekünk erre van igényünk. Nyilván az, hogy mi mit tudunk ezért tenni, azt majd fogom mondani. Vannak a határok meghúzása, ez is egy fontos téma. Rengeteg olyan szituáció van, ami az előzőekből következik, amikor ez a bizonyos olló, amiről beszéltem, nyílik, és olyan szituációkban találjuk magunkat, ahol az üzemeltetőnek kell betölteni a beruházási folyamat egyes szereplőinek a ilyen-olyan hiányosságaiból adódóan azt a lukat, hogy ez az egész dolog működjön, közvetíteni a beruházás egyes szereplői között, nem emelnék ki ebből egyet vagy másikat, és ez nem egy egészséges dolog, hiszen akkor jó ez a dolog, ha komoly, intelligens, erős szereplők vannak a projektekben, akik szakmailag is értik egymást, nem pedig az, hogy valakinek ezt kényszerűségből be kell tölteni. Sokszor találjuk magunkat ebben a szituációban, és nekünk erre nincs időnk, energiánk, bizonyos szempontból meg kell húzzuk a határokat, és erre törekednünk kell, mert egy ilyen szereposztásban nyilván nem ez a feladatunk. Tehát ezzel azért nagyon sokszor találkozunk és szenvedünk ettől. Az üzemeltetőt motiváló szempontok, szeretnénk, hogy a beruházási folyamatok műszaki háttere javuljon, tehát hogy mi mit tudunk tenni ugye ebben a dologban. Szeretnénk azt, hogy szabályozottabb, nyugodtabb körülmények között menjenek a beruházások, legyenek szabályozottabbak a háttere, tudja mindenki azt, hogy mire vállalkozik, mit kell csinálni, mi a folyamat. Ebben nagyon sokat tettünk az elmúlt akár szűkebb, vagy akár az elmúlt 10 évben is. Jobb minőségű berendezésekre van szükségünk, hosszabb élettartamra, tehát vannak olyan szegmensek, amihez eddig nem nyúltunk hozzá, de ezen túl hozzá kell nyúljunk, mert egész egyszerűen egy olyan présben vagyunk, hogy jobb minőségre van szükségünk.
ahhoz, hogy az élettartam rendben legyen, illetve hát alacsony élettartam költségű berendezéseink legyenek, tehát ne ez az olcsó húsnak higa level kategória legyen. Ilyen is nagyon sokat tapasztalunk mai folyó projekteknél, hogy már látjuk azt, hogy azzal az üzemeltetőnek utána évtizedekig hogyan lesz rengeteg dolga, ha ezt ugye fel tud nőni ez a feladathoz. És mindig hajlamosak vagyunk becsukni a szemünket, de ez átvitt értelemben egy társadalmi probléma is, hiszen ugyanúgy a társadalom fizeti meg az árát ennek a dolognak. Technológiai kitettséget szeretnénk csökkenteni, néhány szegmensben központi üzemeltetési feladatokat szeretnénk fejleszteni, üzemeltetés támogató IT fejlesztéseket, diagnosztikát, mérést szeretnénk fejleszteni, pontosan azért, hogy ellensúlyozzuk azokat az üzemeltetői nehézségeket, és hát összességében még fontos, hogy rengeteg adat elérhető, de most már szeretnénk értéket teremteni ezekből az adatokból, tehát az, hogy most vannak adatok, az nagyon jó, de abból akkor lesz érték, hogyha használjuk valamire, és ebben nagyon sokat investálni szeretnénk, illetve gondolkodunk ezen. Rátérve a felsővezetékre, a felsővezeték témakörben ugye folyamatban van, még nem zárult le a felsővezetéki rendszer NEAME szerinti, tehát kölcsönös átjártósági rendszer tanúsítása. Ennek azért vannak következményei, olyan szintű következményei, ami azt jelenti, hogy olyan paraméterekre, amikre eddig évtizedeken keresztül nem kellett figyelni, most kulcs tényezővé vált és válik. A rendszerünket sokkal jobban meg kell, hogy ismerjük. És egyúttal ez a kivitelezői piacra is teljesen egyértelmű hatással van, hiszen amire eddig nem kellett figyelni, most azt méréssel kell igazolni, és ez egy nagyon nagy változás. A felsővezetéki rendszerter projektet folytatni szeretnénk. Ugye itt elsősorban az oszlopok palettájának a felülvizsgálatáról van szó. Az első rendszerelem tanúsítási kör az 7 évre érvényes rendszerelem tanúsítást ad számunkra. Mi már a következő 7 éves ciklusra készülünk, és rengeteg olyan apró hosszlánc szintű fejlesztés van a fiókban, amit ugye a mostani körben nem lehetett megvalósítani, de a következő körre szeretnénk átvezetni a rendszeren. Tehát már 7 évre előre gondolkodva szeretnénk oda eljutni, hogy még jobb felsővezetékrendszerünk legyen. Továbbra is szeretnénk megtartani a sajátunkat. A vontatási energiállátásban ugye azokat a tendenciákat látjuk, hogy az energia igény rendkívül módon növekszik, a szimuláció és az indukáló hatások rendszere alapvetően kidolgozásra került, ez egy óriási lépés volt, a villamos témakörök rendkívül módon felértékelődtek a gépészhez képest mostanra, nagyon sokat beszélünk erről, tulajdonképpen ennek a korát éljük, erről majd fog szólni több előadás is a kollégáimnak a tolmácsolásában. Készítünk egy komplex olyan villamos méretezési előírást is, ami rendszer szinten fogja az alállomástól, a kitápláló vezetéken, a felső vezetéken és a visszavezetést is belevéve szabályozni azt, hogy hogyan kell ezeket a rendszereket a mi elvárásaink szerint megtervezni, már a felsővezetéki rendszertev eredményeit is figyelembe véve, ebbe beleértendő az különböző típusú rendszereknek a különböző üzemállapotbeli terhetősége is. Új acélszerkezet alapelőírást készítünk, ezen a területen is sok változás várható, erről is majd fogunk előadást tartani. Ahogy mondtam korábban, a kivitelezési minőség és technológiák javítása való igényünket szeretném még egyszer aláhúzni, és itt a határokról, amit mondtam, az érvényes. A transformátorokkal, alállomásokkal kapcsolatban ugyancsak itt az összehangolás, a megnövekvő igények kapcsán jöttek elő a különböző problémakörök. A 16 MV amperes transformátorok teljesítményhatárait jelentősen feszegetjük. Az egyes projektekben itt egyrészt vizsgáljuk a nagyobb teljesítmény lépcső bevezetésének a feltételeit, illetve most átmeneti intézkedésként a nagyobb terhelési osztályú, jobban túlterhelhető transformátorokat vezettük be. Tulajdonképpen 16 MV ampernél maradva, és ez egy aktuális téma. Sok új alállomás létesül, illetve van tervezés alatt, ez is mind annak a rendkívüli növekménynek az eredménye, amit megélünk. Komplex előírást adtunk ki az alállomások műszaki követelményeiről, és tulajdonképpen ezzel egy új alapra igyekeztünk helyezni az alállomások műszaki követelményeit.
A napelemes betáplálást, ahogy korábban is több előadásban elhangzott, vizsgáljuk mi is, és a pilot projekt vagy a független projekteken túl én azt gondolom, hogy az is lehet, hogy a jövő lesz, hogy akkor, amikor meg lehet csinálni egy ilyen beruházást, egy nagy beruházás keretében, akkor méretezetten a részévé kell tenni a vontatási energiát a rendszernek, és akkor, amikor egy alállomás területszerzésről beszélünk, akkor a legkönnyebb kezelni azt, hogy mellé még szerzünk területet, úgy tervezzük meg energiatárolóstól, hogy az úgy működjön. Nyilván ennek az alapjait szeretnénk lerakni, illetve hát minden egyéb megoldást vizsgálunk, ahogy Zoli is mondta, hogy külön projektben tudjunk napelem parkot csinálni. Az alállomás diagnosztikába beleinvestáltunk, már most lassan a harmadik év végén járunk. Negyedik év, erről is fog szólni majd előadás, és fontos tulajdonképpen lehetőséget látunk benne. Tudásban is, meg üzemeltetésben is. Fogy az időm, úgyhogy rátérnék a kis feszültségre. Itt volt a legtöbb olyan változás, ami most a közelmúltban foglalkoztatott minket. Ugye egy hálózati energiaellátási diszpécser jött létre, és egy központi országos hálózati hiba bejelentő diszpécseri funkciópont a szegedi terület segítségével. Erre alapozva nagyon-nagyon komolyan előjött az integráció kérdései. Ugye többféle rendszert üzemeltetünk, többféle kis feszültségű rendszert. Ezeket informatikailag ugye megfelelően integrálni kell. Még inkább abban az irányba tolta el a szakmai gondolkodásunkat, hogy adatokról, integrációról, rendszerintegrációról beszélünk, szükségünk van olyan szereplőkre a piacon, akik hajlandók rendszerintegrátorként fellépni, és számunkra ezeket a rendszereket úgy összeintegrálni, hogy egy egységes felületen tudjuk használni ezeket. A fényforrásokkal kapcsolatban talán Zoli is említette, hogy milyen kihívások várnak mindannyiunkra. Ugye elég nagy technológiai mixel dolgozunk, és nagy darabszámokkal, tehát itt egy egész konkrét átállási stratégiára van szükség. Újdonság a közelmúltban, hogy az áramszolgáltatói csatlakozási pontokon az áramütés elleni védelem kérdéseit már az 50.122-es szabványnak megfelelően, én úgy gondolom, hogy lassan helyére kerül a dolog. A Budapest-Belgrád projekt lesz az első olyan, ahol ezt már műszakilag szerintem helyére tesszük, és onnantól kezdve ez alapelőírás lesz, alapelvárás lesz. Itt a leválasztó transformátorok kérdéséről beszélek. Ezt megoldottuk szerintem most már, lehet mondani, megvannak a műszaki keretei a dolognak. Pontosan az energiahatékonyság miatt, illetve a LED fényforrások fejlődése miatt a világítás vezérlés, mint egy magasabb szintre lépő igény, nagyon foglalkoztat minket nyilván, és ugye itt is nagyban gondolkodunk, mint az összes többi területen, tehát ilyen szempontból egy nagyon erős piackutatási körön vagyunk túl, ahol ami alapján egy világítás vezérlési koncepciót igyekszünk megalkotni, aztán majd a szakmában ezt kvázi vitára bocsájtani, de mindenképpen ebben nagyon sokat szeretnénk a jövő projektjeiben előrelépni. Én mindezt integráltam más rendszerekkel. Itt az energiahatékonysági kérdések kapcsán a váltófűtés ugye elhangzott, igen, itt már gyakorlatilag a múlt télen mi is különböző intézkedésekkel megtettük azt, hogy a váltófűtést az eredeti szabályozási metódus felülírva kvázi, arra lett utasítva gyakorlatilag az üzemeltető személyzet, hogy ezt szabályozza vissza, vagy kapcsolja ki tulajdonképpen bizonyos peremfeltételek mellett. Ami nagyon fontos kis feszültségi témakör még, hogy a távololvasott fogyasztásmérő rendszer pontosan a méréssel kapcsolatban elkezdtük ennek a bevezetését, van egy 125 darab mérőt érintő pilot projektünk, aminek a keretében már egy valódi távololvasott fogyasztásmérő rendszert hozunk létre, amelyhez az összes új projektben lévő fogyasztásmérőt majd integrálni kell. Tehát egy helyre tesszük ezeket a dolgokat, és ebbe a körbe értelemszerűen nem csak az erős áramú hálózatokon lévő villamos fogyasztásmérők lesznek célközönség, hanem az ingatlannak a fogyasztásmérő is előbb-utóbb ebbe fognak jönni, illetve ez egyéb vontatási célú hálózattól táplált ugye kisfeszültségű méréseknek az eredményei is ide fognak bejönni. És itt ezzel kapcsolatban két aspektus van, amire felhívnám a figyelmet, hogy egyrésztről nem csak a kisfeszültségről van szó, hanem a vontatásról is.
nem csak adatokra, nem csak egy fogyasztásmérő, sosem most már szigetüzemi rendszerekben gondolkodunk, hanem rendszerek összekapcsolásában és egy magasabb szintű integrációban. Nyilván ez a dolog nem fog tudni itt megállni, hogy egy rendszerbe megkapjuk az adatokat, ezt elszámoló rendszerrel össze kell integrálni, meg vannak különböző egyéb kicsatolásai, amire szükség van, tehát már így kell gondolkodnunk ebben, és mi így is tesszük. A másik pedig az, itt visszacsatolva Mosóczy úr előadására, hogy az a nyomás, ami az energia árak elszabadulása miatt a vontatási oldalról megjelent, hogy a fogyasztást mérni kell a mozdonyokon, és mindenki érdekelt lett rendkívül módon ebben. Ez egyúttal a MÁV oldaláról azt is magával hozza, hogy minél több a mérős mozdony, ami várhatóan közeljövőben ugye 100%-hoz fog tendálni, annál inkább érdekes az, hogy a mért fogyasztáson kívüli MÁV fogyasztásoknak a kérdése hogyan áll. Ugye itt a hálózati veszteség plusz az egyéb elfolyó, így úgy mért vagy nem mért hálózatokról beszélek, és ebben azért van 25 kilovolton mérendő oldalon is azért olyan régi járműtelepek, vagy olyan hálózati pontok, ahol bizony mérés kell kialakítani. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kihívás lesz, plusz az előfűtők teljesen hasonló elven. Még a kis feszültségnél az autótörték bevezetése az, ami egy érdekes kihívás, hiszen jogszabály alapján most már ez szükséges. Összefoglalva, ugye, ahogy elmondtam, különböző kihívásokkal szembesülünk az üzemeltetésben, növekvő elvárások vannak, hosszú távra gondolkodunk, minden rendszerben máshogy nem tudjuk csinálni, egy nagyobb hálózatot, egy heterogénebb hálózatot üzemeltetünk, mint mondjuk a GYESEV, és ebből a szempontból más gondolkodást igényel ennek a megközelítése. A nagyobb képet igyekszünk nézni minden témakörben, magasabbak lesznek ezáltal a műszaki igények. Egyre több előírást kell készítsünk, hogy a konfliktus szituációkat csökkentsük, és a tenderekben ezek meg tudjanak jelenni. Tehát egyúttal igény van arra, hogy a szaktudás meg az előírásunk az ismerete ne csak egy papír legyen, hanem meg is jelenjen a szakmában lévők fejében. Erre több energiát kell fektetni, mert hiába írjuk le, és valaki ezt nem veszi figyelembe, és rácsodálkozik egy adott pontján a projektnek, akkor az rendkívül konfliktusokat tud szülni, miközben az már le van írva, és a szakmában az már egy dolog. Ennek valahogy a módját jó lenne megtalálni szakma szinten, hogy ezeket meg lehessen ismerni jobban együtt akár, úgyhogy elmagyarázzuk ezt nektek, mondjuk, hogy mi hogy van leírva, mi az igény maga, kicsit részletesebben. Magamról tudom, hogy rengeteg információhoz hozzájutok, de nagyon sokat beteszek a polcra időzélesen, hogy majd elolvasom és nem teszem meg. Tehát az információhoz jutás vagy a fejbe juttatás között óriási különbség van. A kettő között a gyakorlat meg a kényszer az, ami a különbség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen közösen kellene dolgoznunk a szakmában. Igen, ez a rendkívül komplex, összetevős, hát hogy mondjam, kihívás, aminek próbálunk megfelelni, arra ösztönöz minket, hogy az előzőek alapján, hogy tényleg egy picit meghúzzuk a határokat, nem csak a szerepünkkel kapcsolatban, hanem a berendezésekkel kapcsolatban is. Hogy például abban a szegmensben, ahol a felső vezetékben nem csak megrendelők vagyunk, mint mondjuk a kisfeszültségnél, vagy a váltófűtésnél, hanem egyúttal egyfajta gyártók is vagyunk, ugye azáltal, hogy rendszerelem tulajdonosok vagyunk. Tehát ilyen szempontból több szerepkörünk van, és ez a lehetőséget ad arra, hogy visszamutogassanak ránk, hogy hol vannak ennek a tervezésnek a határai. Ez sok konfliktus tud szülni, de ezt szerintem igyekszünk tisztázni. És hát egyre több informatika és adat van a rendszereinkben, és mi meg is felelünk ennek, nagyon erősen ezen az úton vagyunk, hogy ezeken gondolkodunk, és ilyen hosszú távú koncepciókat alkotunk, ahol ezek figyelembe vannak véve. Azért nem felejtjük el, hogy erős áramosok vagyunk, de azért ki kell növesszük a harmadik lábunkat, ami most az informatikáról, meg az adatokról szól. És visszanéztem egy 10 évvel ezelőtti előadásomat, akkor beleírtam háromszor, hogy adat, adat, adat. Ez nem változott. Én továbbra is így gondolom, személyesen, és én azt gondolom, hogy a világ is erre halad, úgyhogy ehhez kívánok kitartást mindannyiunknak, meg segítséget, úgyhogy köszönöm szépen.